Bevonuláshoz sorakoznak a lovasfogatok, miközben hajdúságból érkezett csikósok lovas mutatványai szórakoztatják a közönséget. A 16. hagyományőrző rétközi lófogatolású szántóverseny megnyitóján még a színpad előtt sorakoznak a díjak, melyek a beszántott területek mustrája után kerülnek kiosztásra. 23 eke vájta a barázdát, 5 vármegyét képviselve. 2007-ben kezdtük a, ezt a rendezvényt, a Szőke, Szőke László Erika kezdeményezésére, aki a lovas csapatot összefogta, és gondolta, hogy ezt a régi hagyományt, amivel őseink megbüvelték a földet, ő szeretné, hogyha verseny lenne ezek az emberek között, akik minden nap megmérkőznek ezért a kenyérért, és elindítottuk 2007-ben ezt a rendezvényt, és azóta töretlenül minden évben meg tudtuk rendezni, és az a öröm számomra, hogy még mindig 23 versenyző neki tud állni a, a barázna kezdésnek, is, és el tudja kezdeni a, a tehetségének a bemutatását. A kisebb földterületeken, nagyobb kertekben máig munkában vannak a lovak, és ennek számos előnye is van. Ló és gazda összeszokott rutinja a gördülékeny munkazáloga. Gyerekkoromtól kezdve lovas embernek tartom magam, szüleimnek is voltak lovai, majd menetelem után szintén lovak között vagyunk, jelenleg is vannak lovaink. Állatbarát vagyok, szeretem a lovakat, és szeretem a szép dolgokat, a szép hagyományokat. Ekkor jött ez a gondolat, hogy próbáljuk meg őseink örökségét továbbvinni, bemutatni a mai gyerekeknek, hogy régen hogyan is dolgoztak az emberek. Ló és lovas barátságát bemutatni. Innen indult ez az egész ö, gondolat, és jelenleg a 16. alkalommal vagyunk itt. Zsűri értékeli az első barázdát több szempont alapján. Ennek meghúzása egyszerre történik. Azt követően mindenki a maga tempójában dolgozik, a ló vezetéséért pedig pont levonás jár. A gyorsaság nem a legfontosabb szempont, a hangsúly az elvégzett munka minőségén van. a szempontjából két kategóriát veszünk, az egyes fogatolású és a kettes fogatolású külön lesz értékelve és a két összevetésben pedig egy vándorserleg van, amit mindig őriz a legjobb. Nagyhalászban folyamatosan ápolják ennek a szántási módszernek a hagyományát. Már tervezik a jövő évi 17. versenyt is.